Minőségi alapanyagokból készültek a pizzák felső tárkányban, ahol először rendeztek más tészta címmel olasz gurmé találkozót. A különleges ízélményre kígyózó sorokban várakoztak a településre érkezők, akik a világ 100 legjobb pizzaséfjének egyikével, Damu Lászlóval is találkozhattak. Elég komoly szinten szerintem most már Magyarországon beindult a nápolyi pizza és az a pizza történelme, hagyomány és kultúrája hazánkban. Elég magas szinten, egyre több pizzeria nyílik, mely megfelelő minőségi alapanyagokkal is dolgozik. A pizzák mellett az olasz desszerteket is megkóstolhatta az édesszájú közönség. Nápolyi babát fogunk készíteni, egy ilyen rumbabát, de némi csavarral, mert fogok belerakni bergamotot, illetve különböző citrusféléket. Ez nem limoncello, ahogy klasszikusan készítik, hanem kicsit más fűszerekkel, meg főleg hát ugye erőteljesen a rummal. Az olasz vendéglátásból a kávé sem maradhatott ki. A vendégeket egy testesebb különlegességgel kínálták. A kétnapos gurmé találkozót két hónapos szervezés előzte meg. Mindhárunkban van egy közös pont, ami összehozott minket, hogy tulajdonképpen az utolsó vérünkig küzdünk azért, hogy mindenki jól érezze magát, és fáradtságot, energiát nem kímélve próbáljuk ezt amit mi gondolunk a vendéglátásról, ahogy szoktam mondani, hogy tulajdonképpen megfogalmaztuk ezt egész hosszan a stand-up showban, hogy minden emberre figyelünk, mindenki ugyanazt fogja kapni, és inkább vár mindenki, de ugyanazt a pizzát, ugyanazt a kávét, ugyanazt a desszertet fogja kapni az első ember, meg remélhetőleg a sok századik is. A fesztiválon beszélgetésekre is várták a közönséget, ahol szó esett gasztronómiáról, vendéglátásról, illetve az olasz pizzákról. A kóstolókhoz pedig az ízélmény mellé DJ biztosította a hangulatot.